tehát a Coriolis erőnek a hatását nézzük meg. Ennek a hatására örvénylik a víz a lefolyóban, de azt, hogy merre felé örvénylik, az attól függ, hogy az északi vagy a déli féltekén vagyunk. Miután most itt Ecuadorban éppen az egyenlítőnél vagyunk, kipróbáljuk először az egyenlítőn. If you want to film it, if you want pictures, you can do it, no problem. It is the most important part here. What's in the leaves? Because the leaves are going to show you. Better to make a video. Here, are you ready? Here we go. Ready, steady, go. Szóvatosan kihúzzuk a dugót. In the middle, merre felé örvénylik? Nem way. Igazán, egy nagyon kicsit, azt nem teljesen no pontosan az egyetőn. De mit látok, hogy mert közben nem igazán örvénylik. That's gonna happen all in the line. But let's show you what's going to happen off the line on the south. Most nézzük, hogy a déli oldalon mi történik. Hát arrébb jöttünk körülbelül 3 méterre. Ezek a levelek mutatják azt, hogy merre felül. Látjuk úgy, mint ahogy az óra mutatók jelnek. This is the movement of cycling 1000 hands. Okay? And now, let's go north. Most pedig átmenjük az északi oldalra. Követjük a gazdát. Belentjük a vizet a fába. Kihúzzuk a dugót. Látjuk, hogy most pedig a túra járásával ellentétes irányban örvendik a víz. This is the movement of hurricanes in the north. So it is on a small wave because we are so close. Yeah, it is necessary to be farther with big mass of water or big mass of wind to see the real effect of a hurricane or twister. It was just an example. Understand? So először az egyenlítőt rossz helyen határozták meg, ott a távolban az a korony, ott van egy nagy oszlop, meg egy ilyen piros vonal. De az nem az egyenlítő. Because the forces are equal, they go down and they are going to pull the yoke.